A Sajdalon csillapítóban gazdag délután kívánok. Szia, Fifika! Szervus Csáli! Nem jutott eszembe semmi cirkalmas beköszönés, úgyhogy sziasztok! Eléggé. Örök élet. Meg egy nap. Örök élet, meg egy nap. Ingyen sör. <laughs> Kétszer. A, ezek a legnépszerűbb uh, beköszönések. Nem Mi újság, Charlie? Ah, hát Oké. Okay. Nekem most kávárián van. Na, meséljed Hát, kérlek szépen, itt volt nálam szombaton, vasárnap valahogy így, mindegy, ismerősök jöttek, arrébb rakom a laptopot. És abban a pillanatban, hogy leteszed, és valami apró pattanást hallasz, és végigfut a testeden egy feszülő fájdalom, és akkor érzed, hogy most nem jó. És a, tudod, ez a, hogy mondják, ez a, amikor reflexből ellene mozdulsz, és akkor még rosszabb lesz. Yes, yes, és yes. És ezt yes, hívják yes. úgy, hogy... Mondjad már, mi a Hexen susz. Hát, uh, lumbá. lumbágo Lumbágó, igen. Úgyhogy, hála Istennek, megint lumbágón van, vagy megint fájdalmaim vannak, úgyhogy... Neked uh, hol szokott lenni, ezt már tudod? Tehát, hogy ilyen lumbális négyesötös, mert az ó, egy ilyen bazzinek. népszerű hely. Nem tudom, lent a nadrágon fölött három centivel az igen, az biztos. Tehát az ilyen lumbális négyes, ötös azok a, a ilyen derékfájós, meg hajolós, meg nem tudom én milyen csigolyaszakaszok. Hát ez metalvilla Nekem ott van mert... Na, nekem most úgy nézett ki a dolog, hogy utána még, még lehúztam egy éjszakát a melóhelyen, senkinek nem kívánom, tehát az a bruttó két és fél perc a bejárattól a székig, az hát egy olyan jó 12-15 perc volt, és tudod, így, így, így mikor állsz, mint a szarógalamb, és így, ez így az, az egész még, mintha így húzná össze a gerincedet, és így a végén úgy érkezel meg a székhez, mint egy 80 éves öreg ember, hogy így teljesen előre vagy dőlve. Na, ez történt nálam is, azt lenyomtam, aztán másnap elmentem a dokihoz, az egyből mondta, hogy hát akkor ezt így nem tudjuk csinálni, vagy nem lehet így csinálni, munkába járni, meg ülő munka. Tehát hiába gondolná azt az ember, hogy ott az pihenés, ülő munka. Nem. Tehát ennek a lumbágónak az sem tesz jót, úgyhogy azóta Movalis meg Algopirin combo injekciókat kapok napjában egyszer jön a asszisztens és megpaskolja a hanvas popómat. Ö és azóta Aj, én is az meg. Tehát nem tudom, hogy volt-e már ilyen, hát kaptál-e ilyen gyógyszereket ö, injekcióban. Azt hittem, hogy, hogy, elfelejtettem csinálni mondjuk lecsós tarhonyát, és valami azért nem jó a gyomromban. Hogy tarhonyás lecsó. És aztán azt kiderült, gondolt, hogy... Azt gondoltad, hogy ez nem, nem, olyan lesz, mint a gyógyszer. <coughs> Igen, hát mert de. hogy, hát tudod, úgy hát voltam de. vele, hogy hát nem, nem a gyomromba megy egyből, hanem vénába, és aztán ma megkérdeztem a nőt, mert nem tudok, tegnap is ilyen hajnal a kettő környékén tudtam csak elaludni pont ezért, mert kurvára fájt a gyomrom, és, és mondtam neki, hogy nem lehet, hogy de, hogy nem, a Movalis, na hát mondom, ez remek, akkor lépjünk a következő fázisba, úgyhogy holnap... Majd kijön megint a házi orvos, és akkor valami másik gyógyszert, vagy mellé valami valamit, ami kompenzálja ezt, fölír, aztán folytatjuk tovább. Úgyhogy hát most ez van. Ö, földszintnél, ami magasabban van, azt elfelejthetjük. Tehát, hogyha most zaj van, akkor itt a gyerekek itt labdát pattogtatnak, meg a nyám kínja mit csinálnak itt körülöttem, az utcán, meg a, a ház mögött. Úgyhogy az lehet, hogy beszűrődik, matrac leterítve, matracon fekszem, úgyhogy nem kívánom senkinek, mert ma is azt hittem már, hogy jobb lesz, ugye, is. vásárolni nem tudok elmenni, összeállítottam a neten a rendelésemet, jön a tesco mintegy 5 perc alatt kibattyogtam az ajtóig, kinyitottam, beengedtem, tudod, már, már, már jobb volt, és és aztán kivette a snidlinget, baz meg, és annak volt valami a földjén valamilyen táp kurva anyja. Hát az most itt van a konyhában, meg a nappaliban szétszóródva, és én meg ugye így reflexből így oda akartam nyúlni, és megint kapott egyet a derekam, úgyhogy kurva jól érzem magam. A fasz ki van. És már végignéztem az összes sorozatot, minden lemaradásomat letudtam, filmeket néznék, és így ülök, mint az iszap, meg podcastelek veled, ami egyébként eddig a nap legjobb része, de a többivel már a tököm ki van. Jaj. Úgyhogy igen, <laughs> ilyen nyögéseket, ha hallasz, akkor én vagyok, és, és, és nem jó. Na hát, e röviden ennyit tudok mondani a ez az én hetem. Hát, uh, először is uh, tudom, hogy miről beszélsz, másodszor pedig uh, ez, egy, uh, hát ez egy hetes, kéthetes kúra szokott lenni. Nem? Volt már ilyened? Hát, folyamatosan, tehát évente egyszer legalább, de Aha. most ugye ott a naptár előttem, Upszás. jövő héten csapatépítő, nem a Hát az is mondjuk csak háton maximum, mert bárki bármit mond, de ezt múltkor megkérdeztem a mellúszás például, na pont ennek nem jó, mert ugye úgy feszül a gerinc. Meg is kérdeztem a dokit, hogy oldalt feküdjek ne háton, úgyhogy fölpolcolva a láb, mert igazából azt a csigolyarészt úgy tehermentesíti. Úgyhogy, meg nem vagyok ilyen úszós gyerek, tudod, az a baj. Úgyhogy, meg a van, elég régóta. É. És ugyanez a lumbális négyesötös, mint feltételezhetően nálad is, de, de engem egészen jó kikezeltek, és vannak ilyen alapvetések, amiket be kell tartani. Tehát nyilván hátizom erősítés az rettentő fontos. Ez nem attól van, hogy mit tudom is, ilyen fölüléseket csinál. Ez tényleg egy egy darab szar mozdulat. Tök mindegy, hogy mit csinálsz, és ezt úgy tudod védeni, hogyha a gerinc melletti izomköteget erősíted, ami tartja a gerincet. Ezt hívják úgy, hogy izomzat Szoktam nyújtani, mert az is jót tesz neki, tehát... Azért hülyén nézek ki mondjuk egy medencébe, uszogumiba, de azt rettentően meg tudja hálálni. Tudod, hogyha így, egy picit uh, lógatod a gerinced, az hihetetlen. Ö, voltam én annó, én kaptam beutalót a szecskába, tudod, ö, ö, tepidárium, vagy mi a tököm, súlyfürdőre. Mikor Aha. a nyakad van beakasztva, és igen. akkor a lábadon a súly. És, és úgy nyújtják az embert a meleg vízben, az, az tök jó tud lenni, de hát most, tehát így kérdezte a doki is, hogy valaki tudja hozni? Hát nem, nem. Tehát a családban most van elég dráma, nem tud most senki velem foglalkozni, hogy engem elvigyenek oda, úgyhogy mindegy, jönnek házhoz. De hát nem kellemes, nem kellemes, és ugye látjuk a naptárat, nekem, amit mondtam, jövő héten csapatépítő, utána GFN ez ezer Zsír. gyógyulni, úgy, hogy... Zsír. Hát figyelj, Charlie, hely van a kocsiba, tehát másnap akkor a három a soron végig fekszel. Igen, 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 az jó lesz. Azt a parkolóba éjjel háromkor. Charlie, Charlie, fáradt vagyok, most te vezetsz. Vagy Krisztián. Ja, nincs Krisztiánnak jogsia. És ja, nem velünk jó, hanem repülővel. És, ő, és ő repülővel megy. Tehát... Igen. Mi a... Egy másik, másik út van. Mi, mi azért érted? Én lóval mentem volna legszívesebben, de nem lehet vele kimenni az autópályára. Hát, ha csak nem, ugye, zombi vészhelyzet van, és Rick Grimes lovagol végig az atlantai járványügyi központ felé. Na, úgy lehet, csak ez még nem jött el, ez az időpont. És ne felejtsük el a sorozatoknál ezt a momentumot megemlíteni. Spoiler alert. Alert. Na, és veled mi történt? Hú, hát ugye itt mi azért már egy fél órája kínlódunk a, a beállásra. Sikerült szétvernem a, a Dellemnek a billentyűzetét, egyszer csak így elkezdtek ő betűk, P betűk így nem működni. Nem is tudom, azt hiszem a Space kezdte, hogy hogy uh, ilyen kicsit keményebben kellett, aztán már kalapáccsal sem bírtam a P leütni. Szétszedtem, kitisztítottam, lepattogtattam a billentyűket, hát amikor ilyenkor tudod, amit ilyenkor meg lehet csinálni, de ezt jobban nem tudod szétszedni. Tehát ez, ez, ezek a billentyűk már nem az a C64-es hogy még a, a kontaktot is meg tudta tisztítani egy fülpálcikával, mit tudom én, valamilyen kontaktsprével, vagy akármit. Tehát ezek vékonyak, szétszetetetlenek is. Ezért úgy, hogy rendeltem egy billentyűt hozzá, és most áttelepültem a cég egy másik kisebb laptopjára, hogy legalább podcastelni tudjak. Miközben egyébként ugye gőzerővel kéne a a weboldalon a termékleírásokat megírnom, de hát próbáltam ma így tudod, képernyő billentyűvel. Tehát Windows képernyő billentyű, és tararam, tararam, na ezt akkor mondtam, hogy oké. Okay. Tehát ezt felejtsük el, ez <laughs> lehetetlen. Szombat, nem, vasárnap, vasárnap jöttem ki, és iszonyúan jó idő van, tehát képzeld el, hogy itt is fölmegy ilyen 28 fokra a hőmérséklet, és tudod így elkezd lemenni a nap, és lement, és 17 fok lesz. Tehát ezt így el se tudod képzelni otthon. Hát nem, nem mert itt... Hát de, itt bemész most már... a izébe, a, a lakásba. Igen. <laughs> hát az gyönyörű. Úgy velem ennyi. Jó, hát ezek ennyi a mindenki igen, olyan Faszadolgok, mert a, 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 azt hiszem az új Macbooknak van ez az új Butterfly-redesignolt billentyűzete, ami olyan leütési élményt meg komfortot ad, hogy beszarsz, ha épp nem szarik be. És egyre többet hallani erről is, hogy befosnak ezek, úgyhogy ilyet sem szabad venni csiliókért. Nekem, nekem, egy, egy ismerősöm mondta, de hazudta, hogy meg, hogyha nem igaz, ő is ilyen nagy mekes, és azt mondta, hogy ő azért vett uh, MacBook air és nem pro t mert -t? a a próka mindig volt valami, valami probléma. Uh, tehát nem hogy hallottam a, az elejét, csak a MacBook a, R Tehát a, a MacBook Air valóban... Tehát ő, igen az... ő, íg, tehát ő az évet kisebb, egy kicsi megbukott Mac, kvázi kvázi, és nem, nem a Pro-verziót, mert hogy a Pro-verzióval mindig volt valami probléma. De hát azt nem tudom aláírni. Tehát így ez, hogy a MacBook Air meg a MacBook között, ha választani kéne, akkor a régebbi, Ám de megbízható ert kell választani, nem a sima megbukot, mert egy a telefon erősebb már, mint a Megbook, Azért, mert színes, meg type C, meg anyám kénye csatlakozó, amiért még kőkeményen ö, csengetheted a 20-30 ezer forintokat, mert kell hozzá neked mindenféle átalakító, hogy egy SD kártyát, meg egy lamportot, meg egy anyám kínját beledugja. Szóval igen, pont most ezen drámázott most a haverom, és mondtam, hogy nem is kérdés. Er. Tehát, hogyha valaki azért, hogy a szállodába legyen, ne érmozit nézzen, hanem normális gépet, akkor ert kell venni. Nem a prót, nem a sima megbukot. Elhiszem, hogy szép a megbuk, de, de hát na, amikor ilyet, Tehát két-három ismerősöm van, aki kettőnek a space jó helyen kell megnyomnod. Tehát így, így van rá másfél-két centit. Ha nem ott nyomod meg, akkor nincs Akkor éssz. nem működik. Igen. Tehát azért, na, bazd meg. itt no. több százezer forintos gépről beszélünk. Kurva eget. Azt jöhetnek itt nekem a butterfly design -nál. Na mindegy, hát... Ja, akkor te is most tíz évben vagy ilyen gép. Ja igen, mert ez volt a dráma, úgy, ugye adás előtt itt nálad valami ezért valami kiegészítőt kellett aninstalálni, ami meg, meg a. Fogta magát, és így bezárt mindent, a picsába újraindította a gépet. De nem lehet, meg... hogy a mújó költözött a gépedbe? mert tudod, ő ilyen izé újraindítgatós. Ja nem, de ő, ő nem ő ne... De, de é, ő épp az, hogy nem újraindítgatós, tehát nála a három hónappal ezelőtt megnyitott Mit ritkakacatok.hu az meg ugyanúgy ott van, mint a, az összes ilyen nyitott weboldal, tehát ő épp azt, hogy nem az a... És tudod, beírja, laggoltam. Igen, ha 800 ablaknál én is laggolnék valószínűleg. <laughs> Tök mindegy, hogy milyen gépem lenne. Nem ezzel semmi baj nincs egyébként, mert négy éves laptopról beszélünk, vagy öt már lassan, és nyilván ez a rengeteg hurcolás sem tesz neki jót, de egyszerűen nincsen szívem lecserélni, mert Full HD, az valamelyik negyedik generációs, még mindig az egyik leggyorsabb, kori hetes van benne, két SSD, tehát Nincs, nincs értelme. Hova cseréljem? Érted? Dedikált az új, videókártya. E vagy, vagy, nem is tudom már milyen megbuk rahajazó kinézettel, meg még a neve is valami arra hasonlít, de nem, nem Xiaomi. Ma jött velem szembe az interneten, borzasztó volt. De a Xiaomi-nak van <tosz> laptopja, azt tudod. Persze, persze, persze. Igen, Nézegettem is valamit, tudod, így itthonra le, ide a tévé mellett előtt legyen valami, ami ilyen, megnézni, hogy mennyi Ó, a... Te, figyelj, akkor egyforma, egyforma projektben utazunk. Az nagyon jó, akkor vegyünk kettőt egyszerre. <laughs> és a te céges <laughs> számládra, mit szólsz <laughs> Oké. <Okay. gül> én is keresek egy ilyen ut utazót, tudod, ami pici, könnyű, 8-10 órát elmegy, és... Uh... Nézegettem, tehát ez a, van egy ilyen Celeron N4420-as kvadkóros cucc, ami azt hiszem az észernek is van, az Asusnak is van, 11,9 szól, tudod, könnyű, kicsi, tényleg elfér egy, még, mégsem egy izét viszel egy, mi a fenét mondjad már, egy képet Acer Predator. Igen, tehát nem egy táblagépet vissza. Azon gondolkoztam egyébként, hogy erre most már egy egy ilyen uh, atomjó mobil uh, cucc is jó lenne, egy, egy androiddal meg billentyűvel. Egyébként létezik, csak Há, még elég Na, most bénák. erre tudnék mit mondani. Tehát ott van hát, a Samsung Galaxy S9, a Dexel, és az pont ezt csinálja. Azt vágod. Ja, hogy az beleteszed a telefonodat, és akkor uh, hát, onnantól a, a Dex kezdve 8, van egy képernyőd, meg egy. Hát, igen, A Dex8-nál még egy ilyen állítós dokkolós anyám kínja volt. Az S9-szel már jött a Dex-nek az új verziója. Az meg olyan, hogy fekve tolod bele, és frankon olyan, mintha lenne. Tehát utána úgy is tudod működtetni, mintha lenne egy, egy touchpadod. Kurva jó. És fasz meg. Rálógatsz egy monitor billentyűzet, egér, csókolom. Azt itt van egy kompjúter, amin tudsz levelezgetni, meg, meg, nézni a napi pornódat. beszerzése ide beszerzéseidet. Uh, a igen, igen. <gül> <gül> Na, nem, nem. eljutottunk ide, fifik meg. Voltak, egy, nem tudom, emlékszel, azt hiszem az Ázusnak volt a legelső ilyen megoldása, hogy a, a tablet, laptop hátuljába be lehetett csúsztatni a telefont. És akkor gyakorlatilag a, a cuccba csak egy büdös nagy aksi volt még, tehát töltötte a telefont, és ugye működtette a ezért meg a képernyőt. Tehát nem, nem olyan új dolog ez, de azért én egy ilyen pici kis androidos hűtővel jól lennék, mert akkumulátort lehet beletenni, a billentyűzet nem olyan marha drága, egy jó kis snapdragon t beleintegrálni, egy 3-4 giga rammal, meg tudom, egy 32 gigás vagy 64 gigás tárhelye, szerintem ez nem egy akkora kívánalom. Hát én... Én most pont, pont ez a nagy hogy ugye beszélgettünk, és hoznod kell a xiaomi mert, mert ugye nem mondjuk ki a stoknak a nevét, ahonnan rendelted, és ugye EU-n belül nettóba tudja az ember vásárolni, ha van közösségi adószáma. És lehet, hogy tudod lecserélni már asszonynak az s mert na mégis. nézegettem ezeket a dual kamerásokat, ma olvasom a hírt, hogy kijött a Mi Mix 2 es is. es igen. Pászeg kerámia, anyám kínja. Kicsit a belsői gyengének tartom, kicsit az a, az a átgondolatlan, az a jobb alsó sarokba rakott selfie kamera, ami egyébként 5 megapixel, tehát nem is egy ilyen nagy truváj. Szóval az meg tök jó elgondolás, tök jó ház, tök jól néz ki. Azt akkor értem én, hogy tényleg olcsóbb, mert, mert olcsóbb, mint, mint azt az ember megszokná ilyen kategóriájú telefonoktól, de hát akkor nem mondjuk, hogy flagship. Uh, nem, hát a kettős az nem is flagshipnek készült, szerintem. Tehát ugye mindig no, a, majd a, majd ja, a nyolc. A nyolc. Ezt a nyolcot Csak ásítottam, hogy, és most jön majd a nyolc is. Úgyhogy komolyan kíváncsi vagyok én ezekre a, a dolgokra. A, nyolc jön, a nyolcassal fog jönni a az új, olcsó fitness karkötőjükből a harmadik verzió, ah, tehát az... a Mi, Mi Band 3, tehát, tehát tényleg kabátgomba kiadják, tehát én <laughs> 10.000 forint, és már most színes OLED kijelző van rajta. Nyilván nem a látványé kell megvenned, de, de hogy amit egy ilyen fitness karkötőnek tudnia kell, azt szerintem 110%-ba tudja. Tehát még értesítést is megjelent, rezeg is híváskor ébresztést tud, GPS-t, mi a túró kell még, érted? Az, hogy a Krisztián <coughs> leszálljon a show notes mert az egyik tabja az ez, mert most is fixen ott van benne a show notes <coughs> Tehát, Ha nem lesz, ez, azt tudjuk, hogy újraindított ez, a gépet. Ez hihetetlen. Tehát, ha onnan elfog, azt be fogjuk mondani adásba. Eszembe jutott <coughs> még egyébként, hogy mivel foglalkoztam a héten. Négy betű. És ha van céged Magyarországon, akkor tudod, hogy időnk van hmm. szó. Igen. Mondd ki! Uh, nem tudom kimondani, ez a hihetetlenül szigorú, mi ez, ilyen info, nem, uh, személyes a adatok vé, védelmében hozott uh, uh, uniós irányelv. Ez a GDPR, igen. GDPR. Uh, foglalkoztunk vele, mi is épp ma hívott az egyik szállodás, hogy Hát de ő nem kezeli senkinek az adatát. Na mondom, az a, gondoljuk már végig, mi van a honlapján? Hát ott csak egy e-mail címet, telefonszámot, meg nevet Abszolút, kell, abszolút meg nem adni. személyes adott az meg a neved, meg az e-mail címet. Oh. Mondom, oké, okay, oké, okay, akkor... Na, úgyhogy, akkor... úgyhogy, ezt csináltam szombat éjjel az ercigi teszteken, és aztán ki is írtam tudóba, hogy, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, Ö, láttam, hogy a csoportot át lehet alakítani egy másik, tehát megjelenik egy lapfül. gyakorlatilag, annyi, hogy valami csoport, vagy tököm, tudja, leckék. És elkezdtem oda szépen fölvenni, tudod, amit még annó a, a Fantastic Four, vagy nem is tudom már milyen néven, ja, emlegettük magunkat, és igen, igen a igen, tudásbázis, és elkezdtem oda fölvenni. Annyira nem voltam pervers, hogy kötelezőre állítsam, pedig lehetne. De de hát ugye a, a, szombatról, nem, a vasárnapi dráma miatt a folytatás elmaradt, tehát nem tudtam befejezni, majd, majd ha lesz rá idő, akkor folytatom. De, de ennyi. És valaki valamelyik poszt alatt vagy a párasítóban, nem tudom már, hogy jelezte is, és ez megint egy kis off, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne olyan csoport, ahol tudod, ilyen szép dolgokat meg lehetne, meg jött nekem e-mail is privátban, hogy hol vannak ilyen, ilyen minőségi cuccok, és, és kulák, kulák, igen. Kulák, na akkor cuccok. jött így hirtelen három-négy ilyen e-mail, meg komment, na hát akkor mondom, hát semmiből nem tart, a Facebook elbírja, hát ha megvágja még jobban őket a GDPR miatt az EU, csináljunk egy csoportot, és akkor egy ilyen kulák mod simogató, tehát nem kulák simogató, mert aztán jött volna itt a buzivár, kulák mod simogatót csináltam, és akkor oda mindenki mehet nyálat csorgatni, meg, meg, én azt remélem, tehát ezt le is írtam, hogy itt nem egymás zsebébe turkálgatunk, hanem megnézni, hogy ki fia borja, kiféle, miféle, keféle, hogy néz ki, mennyibe kerül, honnan lehet beszerezni, és akkor aki nem akar megrekedni a, a az iStick, iJoy, i anyám kínja vonalon, hanem egy picit többet szeretne erre áldozni, vagy a polcán szebb bodokat akar látni, akkor, akkor innen tud ötletet ismeríteni. Vagy, vagy ami nagyon fontos, esetleg van saját készítésű hát, Cucca, ugye, vagy. mert azért az is elég kulák, amikor magad emlékszel, nekem mindig a Horinak a pokolgépe jut az eszembe, hogy na attól kulákabb cuccat én nem, nem tudok elképzelni. Ja. Például. De hát Andorka is földobta a saját szarját, ami egyébként tudjuk, hogy geci jó. Igen, igen, igen. 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 Úgy, nem hogy... mondjuk meg, hogy mennyibe került, már nem is emlékszem rá, de Igen, geci. Igen, meg a feleségem is hallgatja a podcastet, nem is volt ez drága anyjuk. <laughs> ja, úgyhogy azt a csoportot megcsináltam még így nagy elánnal a hétvégén, és, és ennyi volt tulajdonképp de hogy legyünk már így a 30. perc környékén ontopikok, -ok, belengedtél múlt héten egy nagyon érdekesnek ígérkező témát. És... Így van, így van, és készültem is belőle, kis gazdám, mondhatom. Várjál, fölütöm a naplót. <gül> <gül> Pont az F betűnél nyílt. Ki, Ficsor, Zolika, gyere ki a táblához, okay, okay. számolj Felelek. be. Várjál, húzz, egy, té Várja, húzz ah. egy tételt! Mi van a papíron? Nikotin só. Rendben, Zolika, mondjad. Só só Mondhatom? Igen, Zolika, hallgatlak. ideig okay. még egyes alá. Oké. Okay. Na, szóval sokat beszélgettünk már a a sokat beszélgettünk, tehát azt hiszem tavaly valamikor kezdődött gyakorlatilag ez az őrület, és tavaly évvégén azért egész szépen elterjedt a, az Unióban. Egyébként, ha hiszed, ha nem, mit gondolsz, hol tettek először nikotin sót a likvidbe? hát nem az emmi épületében, úgy gondolom. Ez, ez, így van. Tehát Kanadából származik az első ipari gyártású készülék, amelyik kifejezetten nikotin sós likvidhez készült, és egyébként nem kell ehhez kifejezetten ilyet, de hogy ehhez készült, és ez a Zsúl nevű Készülék volt, ez a Paxlaps-nak a. Ne várja, ez a, hogy legyünk, ez a JUL, nem? Vagy JUL, így is mondhatjuk, így van. Tehát ez a JUL nevű készülék volt. Három ízbe jelent meg nikotinsós likvidde, és, és ez úgy, úgy egy picit szerintem lebegett, hogy senki nagyon nem értette, hogy akkor most mi ez, mire való, minek. Izéhozé, de azért szép, lassan átszivárgott a rétegeken, és hát ugye iszonyú összetett a, a történet. Történet, történet, történet. Először is azt kell tudni a, a nikotin sóról, hogy semmi köze a sókhoz. Tehát ez nem, nem só alapú tört, dolog, hanem egyszerűen ez egy porszerű készítmény. Ráadásul két fajta is van, mert a hordozóanyagtól függő lehet ez a, ez a dolog. De nyilván, mert hogy por alakú, ezért valamiért ilyen népszerű nevet akartak neki találni, és akkor nem azt, hogy szintetikus nikotin, vagy nem tudom, hogy nikotin A nikotinsónak a, az elsődleges előnye az, hogy sokkal gyorsabban szívódik föl a nyálkahártyán keresztül, mint a, mint a hagyományos növényből kivont nikotin. És ráadásul nem is csíp. Tehát az a fajta torokhatás, amit mondjuk egy hatos nikotin okoz, az egy hatos nikotin tartalmú nikotin sóval készített likvidnél nem is jelentkezik, nem is érzed, hogy van benne nikotin. Onnan tudod, hogy van benne nikotin, hogy érzed, hogy, hogy jönnek azok a kis bizsergető érzések, amik a nikotinfogyasztással járnak. Tehát ilyen szempontból a, a, ez a fajta nikotin sokkal, sokkal uh, inkább a, a dohányzás uh, kiváltotta nikotinhoz uh, kapcsolódik, mint a, a vé, ugye vépelés, a hagyományos vépelésről azt tudjuk, azt farsalinozdoki annak idején kimérte, hogy fél órát kell nagyjából. Vépelned ahhoz, hogy olyan nikotin szintet érjen el a véred, mintha elszívnál egy szál cigarettát. Na most a nikotin sóval nem ez a helyzet, ezért aztán ezek a, a készítmények nem is az ilyen felhőköpködő cuccokhoz valók, mert ott valószínű, hogy így nem is érzed ugye a, a torokhatást, sőt, még szerintem annyit se érzel vele, mint egy háromas levessel és mondjuk így bekostolsz egy 12-es, esetleg 18-as vagy 20-as levest, és elkezded így köpködni a felhőket, azt lehet, hogy fél óra múlva ilyen kvázi enyhe mérgezési tüneteid fognak kialakulni. <kül> Tehát ezekhez a, a likvidekhez nem valók ezek a, a DL készülékek. MTL-ből is nagyon-nagyon szerény MTL készülékeket ajánlanak hozzá. Illetve ha előre töltött patronban van akkor egy aránylag kis ö, gőztadó patron ö, van ebbe a készülékbe. És akkor itt kanyarodnánk vissza a kedvenc témánkhoz. Ugye az a mi saját ö, hogy is mondjam ö, perverziónk, hogy szeretjük ezeket az apró készülékeket, hogy a mostanában divatos pod készülékek azok kimondottan erre a kategóriára készültek. Tehát azért, azért olyanok azok a készülékek, hogy nem felhőbaszók, pici kivitelben, mert ezekre a nikotinsóval ellátott készülékek, vagy kategóriára van kihegyezve a pót kategória. Pici, aranyos, és nem mellesleg, hogyha fogyasztást számolunk, ezt valamiért egyébként Magyarországon hihetetlen drága a likvid a trafikban. Tehát hivatalos úton Magyarországon, ha likvidet veszel, akkor iszonyú drága mondjuk a két évvel ezelőtti állapothoz képest, mondjuk két évvel ezelőtt meg nem lehetett nikotinos likvidet kapni, akkor 5 évvel ezelőtti állapothoz képest aztán meg végképp az. De hogyha kettőt összehasonlítjuk, akkor bizony ilyen majd 2000 forint környékén jár 10 ml likvid, és ez bar baromira nem mindegy, hogy ezt a 10 ml egy DL-be, egy MTL-be, vagy esetleg egy pótkészülékben fogyasztod el. Eddig Eddig tök jó, és akkor most nyeri el értelmét az, amit én linkelgettem a az ECG akciós csoportban is. Nem értették az emberek, hogy miért ilyen piszcsári, segdugó, <laughs> segdugó, való. Rakok be, és kérdezték is, hogy hát ebben milyen, meg mennyi az ő, meg milyen leves, meg. Ilyenekhez van kitalálva. Kérem szépen. Nézzünk meg egy... Sőt, nézzétek meg a David gurlitz a a portfólióját, mert most már ő is likvidben utazik, vagyis hát adja az arcát hozzá. És nagyon sokszor lehet látni nem ezzel a kis szappantartó fazonúval, hanem tudod ezzel a hosszúkás szögletes lapossal, aminek így a tetején van, van egy kis kétmillis patron, és gyakorlatilag egy, van hozzá egy, egy kis tároló doboz, amiben 3-4 ízt bele tudsz rakni, és akkor azokat tudod cserélgetni akár 10 percenként is. Egyébként az erősségéről nem beszéltél Zolika, tehát csak ötös alát tudok adni, de ha még javítasz majd a későbbiekben, akkor, akkor még javíthatunk az osztályzatot is. Amit én láttam, az az volt, hogy a külföldieknél egyébként még az 50-es sem ritka és... Uh, azt gondolom eu kívüli. Igen, hát amerikai uh, Aha. nikotinsós levesek, de abból kiindulva, hogy uh, nem érzed torok hatásban azt, mint mondjuk te egy 18-asnál elkezdesz csuklani, nem tudom, ezt próbáltad, hogy ezzel a nikotinsós cuccal uh, mi, mi történik? Próbá nálad? Próbáltam, próbáltam, abszolút nem, uh, nem érzed, illetve engem nem is köhögtet meg. Tehát uh -huh. mondjuk egy 12-es leves az erősen köhögtet. Ebből egy 12-es az egyáltalán. Tehát ez tényleg egy ilyen sima, viszont viszont sokkal sokkal hamarabb fejbe vág, ez a mint, a mint bármi fejbe. más. Ez a sunyin, sunyin fejbe tud és verni. Akkor, igen. És akkor és hogy fogja az ember kitalálni, hogy neki mikor elég ebből mondjuk. Maradjunk a 20-asnál, amit az EU-ban elfogadott, ha nikotin erősséget veszünk alapul. Honnan fogja tudni a kovács a cigarett, a cigarettánál se tudod. Tehát azt fogod érezni, ugye gyorsabban felszívódik, így azt van, hogy érezni, nem kell hogy, többet ó, Most elég, most elég. Egy kicsit szédülsz tőle? Azt szokod érezni, hogy most nem, nem, nincs, nincs már a, a vágyad a nikotin Aha. után. A cigarettán ugyanígy működik. Elszívta egy szállat, letetted. Igen, ez, ez biztos, hogy szokás kérdése, vagy szokást igényel egyébként majd az emberektől, hogy nem érzed a torkodban, hogy oda vág, tehát nem érzed a torok hatást, throat hit, tök mindegy, hogy hívjuk. Szép, milyen parasztos, a throat hit. Throat nagyon, hit. nagyon. Igen. Szóval ezt nem érzed, viszont mégis felszívódik a szervezetedbe. Ezt tudod, mikor lehet nagyon jó? Mikor nem tudsz egy meetingről kimenni mondjuk negyed órára, hanem csak kiszaladsz két-három slukra. Gondolom én, ugye, mert még nem tudtam használni, csak tényleg most már a nagyon jó kis device nézem ebből is, ami, ami nem olyan, hogy a patronja lötyök, hogyha kicserélem, meg, meg normálisan lehet tölteni, meg, meg megbízható. Na, ilyet keresek most én is már hetek, hónapok óta. Ö, és például szerintem itthon ennek kurvára fog örülni az asszony. Hogy tudod, nem a felhőbaszás megy a lakásban, Ö, hogyha beleslukkolok ötöt, akkor is, mert a másik, tehát a második sluk után nem elég még. Nem látom a konyhát. Na szóval ennél nem lesznek olyanok, már csak azért sem, mert ugye beszélgettünk róla múltkor, hogy ezt nagyjából leginkább javasolt 50-50-es levesben használják, pont a, pont a porlasztó... A pici, pici porlasztó miatt, mérete miatt van. is. Ugye? Tehát itt, 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 itt ilyen 70-es, 80-as, meg még jobban végés cuccokkal nem lehet, mert hát az, az már jó sűrű lenne azért. Szóval én baromira kíváncsian várom, és nekem egy megváltás lesz ez, és ugye ezt beszéltük, mikor kim voltál most, hol volt Stuttgartban? Stuttgartban, igen. Stuttgartban a Webfest, hogy nem azt mondom, hogy a komolyabb elcigi használóknak, de hogy minden, nagyjából minden elcigi használó kezében ott volt a felhőszexuáló, vagy bármilyen más módja, és ott volt a zsebében a podja ugye? Ez így van, és azt szeretném egy picit beleverni a, a, a hallgatóságnak a, a, fejébe, vagy legalábbis végig gondolkodásra késztetni a, az embereket. Nem azért, mert nekünk is lesz, nyilván lesz, de nem most, tehát még, még, az durván egy másfél-két hónap, mire az engedélyeztetések és minden szírszernek a végére érünk. De ha végig gondolod, én igazából csak előnyt tudok mondani. Egy, abszolút szociális a történet. Tehát egy pod készülékkel beülhetsz bárhová. Nem fogsz olyan felhőket eregetni, hogy kinézzenek onnan. Bocsánat, hogy közbeszólok. Igen. Nézed az HBO-gón a milliárdok nyomában? Igen. És miket látsz benne? Podokat. Ahogy mondod, ahogy mondod. És nem egyszer látsz benne, mert látod a kék végűt, ami olyan, mint, mint egy nagyobb cigi, és szívják, de alig van füstje, gőze. Aztán, amikor valamilyen, valamilyen, pff, nem tudom én, rendezvényre mentek a feleségével, a, ugye aki a sorozata, sorozatozunk már akkor a Brody volt a, a Homelandből, ugye? Égy és mennek van, valami rendezvényre, van. és akkor meg egy ilyen kis lapos, szappan alakú, méretű dolgot szívnak. Tehát csak, csak kimondottan pici készülékkel láttam őket. Igen, és nem is nagyon látod a a gőzét neki. Úgyhogy <hört> szerintem szóval szerintem egyébként a... game changer lesz. Tehát egy a, a szociális téren biztos, hogy sokkal jobban használható, mint egy felhő köpködő cucc. Kettő. Sokkal, de sokkal közelebb áll a, a cigaretta érzéséhez. Tehát sokkal de sokkal gyorsabban és egyszerűbben lehet vele átszokni, ha valaki dohányos. 3. Kis helyen elfér, emlékszel arra a, a sztorira, és ezt a kis helyen elfért ezt nem véletlen mondtam, mert annak idején, amikor az egók kijöttek és a a 360-astól elkezdett megnőni az egó méret hossza. És volt a 650-es, és aztán volt 1100-as, és ez tudod, fogta a könyvbe, zsebre rakta, leült röcs. Tehát iszonyat, iszonyat, mennyiségű. És nem kellett ez könyvesnek lenni, tehát bármi. Egy hosszú, vékony uh, e baromi nehéz úgy zsebben tartani, hogy azzal ne történjen valami. Egy névjegy kártya méretűt azért már sokkal könnyebb belső zsebbe, ink zsebbe, bárhová eltenni, szóval egyszerűbben uh, uh, kezelhető. Négy, szerintem költséghatékonyabb. Tehát tényleg úgy csinálunk, mintha ha itt a világ összes uh, trafikjába féláron árulnának mindent. Tehát uh, én néztem ilyen el eladási statisztikákat, és ab arra döbbentem rá, hogy a magyarok nem jutottak el arra a szintre, azok, akik trafikba vásárolnak likvidet, nem azokról beszélek, akik otthon kevernek, és még van más csatornájuk beszerezni, de akik a trafikba vásároltak, azok nem jöttek még rá, hogy vegyenek kettő darab nullást, meg egy 18 ast. És akkor sokkal olcsóban, tehát a kettő darab nullással, ugye készül, vagy 10 millinként 700 forinttal kevesebbet fizetnek, mint a 18-asé. Mindjárt ezzel a 3.400 forintos 1400 forintot spóró, de valamiért az emberek ezt nem, nem csinálják, érted? Tehát... <coughs> Még nem hat, igen. Két, két, hát. Na, igen. Szóval költséghatékonyabb, hatékonyabb, mert ebből kevesebb fog fogyni. Ugye a, én mindig azt szoktam mondani, implicit tartalmat fog a számon kiejteni, hogy a fizikát megbaszni nem lehet. Tehát egy, egy felhőköpködő készülék nem fog tudni keveset fogyasztani de semmiből. Se az akkumulátorból, se a likvidből. Likvidből aztán pláne. De ezek a készülékek kevesebbet fogyasztanak likvidből, gyorsabban fölszívódik a nikotin, ergo kevesebb slukkal eléred azt a hatást, hogy, hogy érezzed a, a szervezetedben a nikotint, kevesebbet fogsz fogyasztani. Három, ugyanaz a, a likvid, miután ez egy 50-50-es likvidről beszélünk, kevesebb aromát fog tartalmazni, hogy ugyanazt az ízt hozza, mint a 70-30, vagy most már 80-20, meg 90, tehát brutálisan, hogy erről is beszéltünk, túlaromázottak a, a likvidek, és még szerintem egészségesebb is. Tehát tényleg csak pozitívumot tudok ö, ö, felsorolni a nikotin sókészítmények és a, a likvidek kapcsán egyetlen egy ö, ö, apró probléma van vele, egyébként hogy ugyanat, ugyanazért a pénzért ö, ö, gyakorlatilag vehetsz, ugye egy liter tömény nikotint mondok egy árat, én 320 euró ö, a piacon nyilván gyártóknak Uh, és egy kiló nikotinsó ugyanúgy 320 euróba kerül a piacon. De az egy kiló nikotinsó az gyakorlatilag olyan, mint hogyha, ha nem 999 mg per milliliteres nikotin lenne a kezedben, hanem csak 520 vagy 570. Ezért aztán uh, ugyanúgy a 20 mg nikotintartalmú likvidben a nikotin kvázi majdnem kétszer annyiba kerül, ugye, hogyha állítod össze a kis árkalkulációdat, mint a, a folyékony növényből kivont nikotin egyrészt, másrészt pedig a keverése sokkal bonyolultabb, mert ugye itt egy szilárd kell feloldanod PG-ben, és ez bizony akár merő nézem, ez egy, egy 24 órás törődést uh, érdemel. Nem <tört> idegesíts, lesz olyan likvid, amit 24 órán kell keverni, fifika? Nem, 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 vagy, nem, nem, ezt áztatni kell, áztatni kell, és utána keverni. Tehát azért mondom, hogy az egy, egy, 24 órás törődést, hogy, hogy ezt nem fogod tudni úgy keverni, mint a, a folyékony uh, pure nicotint, hogy, kiméred vagy összeméred az összetevőket, és aztán mondjuk nálunk a, a homogenizálás az azért gyorsan megy, és mit tudom én, 25 perc múlva kapsz egy, egy olyan keveréket, ami up to date, hanem itt le kell keverni önmagában a, a nikotinos részt csak külön, mert ebben ezek az apró morzsák nagyon nehezen oldódnak föl és az egy dolog, hogy itt a 50 fokon tartott, hanem ezt le kell áztatni, mint a tapét a ragasztót. Leáztatod, és akkor utána az áztatás után jön a keverés. És akkor mi ezt egy... Nekünk erre rám, tehát az egyik nap leáztatom, a másik nap keverem. Tehát nem, nem, tudom kikerülni, nem 24 órát keverem nyilván, de nem tudom kikerülni ezt a, a sztorit. Tehát 5 perc alatt, vagy 25 perc alatt nem, nem lesz belőle keverék. Hát Tehát akkor ez olyan, mint a James Bondnál áztatva, nem keverve. Áztatva, nem, nem keverve. De keverve, mert utána keverni kell, csak le kell áztatni. Na, szóval ennyi a, a, a történet, és, és én nagyon bízom benne, mert ez nekem, ez, a, ez a, a... ja, és hát arról nem beszélve, hogy hogy nem befolyásolja úgy a, a kész Sokkal tovább eláll, mint a, a növényi nikotin, stb. stb. A növényi nikotinok azok is két részre oszthatók. Hát általában az szokott lenni, hogy a, ahonnan bekerülnek vagy Kína, vagy India, ezek részben azért oldószer szeres kivonatok, bármennyire is jó a gyártási folyamat ezrelég szinten azért marad vissza oldószer, és ráadásul ez az idők, tehát ahogy te telik az idő, tartototta azt hűtőbe fénytől, mert nekem van, azt hiszem, most már negyedik éves pure én mintám elrakva, és bizony-bizony, pedig az végig hűtőbe volt, csak annyi fényt kapott, amit rányitottad a, a hűtőajtót, és bizony bizony négy év után, akárki akármit mond, lehet érezni, hogy az már egy igen-igen állott és öreg nikotin, és már nem nagyon keverném sehová. Tehát ennek meg abszolút nincsen se szaga, se íze. Tehát én egy legalább, leg, legalább, legalább olyan innovációnak tartom, mint a vattát annak idején egy kérdésem van még a csillagos ötösért. Mikortól lehet ezt nálatok kapni? Hát Beleszőttem a mondandómba, tehát egy másfél-két hónap, mire átverekedjük a... a, tehát a van, van, ugye egy termékünk, a Nikomax, ami még nincs a magyar piacon, de június 1 be van élesítve, és ennek a Nikomaxnak van két verziója és valószínűleg június végére a második verzió is beélesedik, ugye az egyik az a az a naturál extrakt, ami a, a, amivel eddig is dolgoztunk. Ez egy nem kínai, nem indiai, hanem egy harmadik baráti országból származó extraktát nikotin, amivel mi dolgozunk. És és az, az, mellé fog jönni a szintetik. Tehát ugyanúgy, Nik Max 20 lesz csak szintetik fölírása. Igazán én azt gondolom, hogy miután ezek vegyi ugyanazok. Tehát amikor ezt a szintetikus nikotint tavaly dortmundbe egy kínai próbálta ránk tukmálni, akkor ezen röhögtünk hazáig, hogy azt mondta, hogy hát erre nem kell jövedéki adó. Se. Persze. Se. Érted? Azt mondja, hát ez nem folyadék, ez por, nem kell rá a jövedéki adó. Persze, sőt, tegyétek hát... így, hogy van-e azt akkor úgy hozzuk be. Hűhé. Hát Elmondom, tudom, hogy én ennek miért örülök egyébként. Mert a végig gondolod, hogy most azokat a dolgokat elmondtad, hogy aki már használja, az, az milyen előnyét fogja élvezni. De majd mikor találkozhat vele olyan ember, aki leszeretne szokni a hagyományos, tehát akusztikus cigarettáról, hogy a Herfli Gyurit az Ak az mitől akusztikus? Tessék? Mitől akusztikus? Hát, hogy akusztikus volt a hagyományos, a elektromos gitár, meg az elektromos cigarettán ja, pengedt most már. Értem, 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 és, értem, Tehát, ugye és, az az analógnak igen. a szinonimája a hangszerné. Igen. <coughs> és hogy, hogy mennyire nagy dráma volt mindig, és milyen, milyen sikerességi vagy sikertelenségi mutatókkal rendelkezett, mikor tudod akkor, milyen cigarettát szívsz most, mennyit szívsz most, akkor ehhez egy mátrixot fölállítunk, ilyen készülékből, olyan erőset, de nem jött be, vett nálad egy akármilyen kazánt, szörcsögött, anyám kínja, nem jó, mit csinálsz, megint cigizek. Na, és ehelyett most ö, gyakorlatilag jöhet a, az az erős nikotinsós ö, leves, ami... ami aki kevesebbet szívott, annak sem veri a torkát oda. Nem köhögteti, nem fuldoklik tőle, nem köpköd, mint a macska. Meg aki többet szívott is, az egyik szív belőle mondjuk három slukkot, a másik meg szív belőle nyolc slukkot, vagy tizet, vagy tizenötöt, most tök mindegy. Mindegyik érezni fogja. De nem, tehát nem toroknál dől el majd a dolog, hanem felszívódáskor. Igen, és, igen. És ugye, ugye azért nagyon kevés olyan cigaretta használó user van, aki azért váltana, mert ennek nagyobb a gőze, mint a hagyományosnak. És ha még mindig odamész egy busz megállóhoz, vagy fölmész egy dohányzóba a kollégákkal, látod, hogy ezekhez a felhő kergetőkhöz képest milyen vicc az, amit kifújnak. De ha én elővenném a novátót, ugye, vagy elővennék bármilyen még régi üvegszálas anyám kínja, 2,4 megveszekedett ómos kazánt, na, körülbelül még annak is több gőze lenne, mint a ciginek volt füstje. És ez volt nekem fura. Azaz, ez volt nekem fura annó, tudod, mikor átálltunk a legelső debreceni kutatásnál, hogy szívod, és nem a se, de hogy még a füstje sincs annak a szarnak. Ennek kevesebb lesz a Füstje, tehát amit mondtál is, hogy szocializálhatóbb az ember, nem kell félrevonulnia vonulnia azért, hát, tehát ki kell mennie, mert ugye ilyen buzi rendeleteink vannak, ki kell azért mennie, de nem fogják stigmatizálni. Oda néz, ez valami, mi a kurva anyát szív. Hanem szív valamit, hármat, négyet. Én ezt kurvára várom egyébként, mert, mert a, a munkahelyen gyakorlatilag. Szívhatnék ugye bármennyit ebből a szarból, mert akkor se lenne elég. Most fölmegyek két-három óránként, nem elég az a tíz perc. A másik hát ez pedig... kimondottan ilyen templomba járós lesz, szerintem igen, nagyon Igen, jó. igen, igen. Ez a, mint nekem volt a, a tiny tankot használtam, már meg nem mondom melyik kis pindurka moddal de tényleg tudod, ami még ja, tudom, láttam, 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 láttam. Igen, de nem tudom, hogy mi a neve, azt se tudom most hirtelen hol van. Na, ez, ez ugyanaz lesz. Pepitában. És amit mondtál itt a... Hogy ugye, itt ha a, a nikotin milligram tartalomra leosztjuk az árat, akkor ez körülbelül a duplája a hagyományosnak. Igen, csak... Majd most be kell vezetnünk újra a képletbe, hogy ne azzal számolj, barátom, hogy mennyibe kerül a folyadék, mert ezt beletöltöd egy podba, és azt a két millit mondjuk a hagyományos kazánodba kiszívnád egy óra alatt, azzal a poddal meg szívod két napig. Így van. Tehát más a dió, más a mák. Nem szabad a kettőt összekeverni, összemosni szerintem baromira hatékony, nyabb, és például tök jó lesz, lenne, ha hoznál ilyen cuccot esetleg GFN-re, mert a kocsiban akkor úgy tudnánk szívni, hogy menő lenne. És tényleg, például csak a és, és az, az akarítani. asszony sem, az, ja, hát nem kell a szélvédő, és az asszony sem szólna. Ja, nem prüszkölne érte. Úgyhogy szerintem föl kell, ez, fifika, ez pont olyan, rajzoljuk föl, e-health, ego, aztán jöttek a csőmodok, azt tulajdonképp most már ö, megnézel egy gírvesztet, vagy akármit, száz csőmodra jut, vagy bocsánat, száz modra jut kettő csőmod, tehát most a marokmodoknak a reneszánszát éljük, és aztán kezdenek beszivárogni, megy lefele az amplitúdó, és jönnek be a podok helyreáll a rend. Kicsit túl kellett ugranunk. Igen, azért igen. <kül> meg kellett magunkat utáltatni az emberekkel, hogy, hogy aztán tudod, megtaláljuk az egyensúlyt, meg legyen a balansz, mint az élet más területein, itt is. És szerintem én ezt baromira várom. Aki ezt nem fogja föl ennek a jóságát vagy jelentőségét, az majd föl fogja egy év múlva, vagy mit tudom is én. Ez csak addig lesz egyébként ö, ilyen köpködős user hozzáállás, amíg ö, nem lesz belőle divat. Értetted? Jönnek, jönnek majd a, a kulákpodok. Kulákpodok, igen. Szerintem önmagában a pod is egy jó pofa kulágsek. tehát Én annyi félét láttam már, meg, meg tényleg elegáns, pici gyönyör kézbe fogni, mert ez majdnem ilyen, ilyen uh, nem is tudom, ilyen mobiltelefon szintű cuccokért, érted, hogy ugyanazok a technológiák köszönnek vissza a, a, itt a kerámia burkolattól kezdve a fém nyomógombon gombon át a, a, az akármíg. Egyrészt, másrészt meg, meg, szerintem igazából a nagy készülékeken már hova innováljanak. Tehát érted, szinte mindent kitaláltak. A, a boostertől kezdve a varivat, varivolt, uh, hőfokszab... vaj... Hőf... Hőf... hőfokszabályozás, hány kiló egy bele, mennyi zé. Tehát ott már nem lehet olyan óriási nagyot alkotni. De itt most ez tudod, kinyílt megint egy kis kapu és akkor elkezdték. És milyen baromi jó egyébként a, az a lapos mod, amit hoztam Aténból, tudom, amit nézegettünk, az a fekete névjegykártya méretű, hogy milyen baromi jó, hogy nem is kell gombot nyomni, csak beleszívsz, azt kész, elteszed. Nem hagyod bekapcsolva, nem nyomod meg a zsebedbe a bekapcsoló gombot, hogy ezeket már így elfelejtettük. Mert ugye a koraiak is azért ezt tudták, csak nyilván még más elektronikával és másképp, de ezek szerintem jó, jó, dolgok és innovatívak. A, az előbbi amit mondta, hogy ebből is vannak kulák modok, eszembe jutott, hogy képzeld, nem tudom, olvastad a párasítóba, föltett valaki, nem tudom honnan szedett egy linket, a, az LCF-nek valami reinkarnációja, vagy, vagy mit tudom is én milyen, itt már köpködés rész fog jönni, vigyázz! Sziasztok, oh, sok szeretettel várunk minden normális morállal rendelkező vapert és vaperinát, kulák, fifika, és ezek nagy arcú követői kiméljenek. Na, vigyázz, az meg. Én eddig se tudtam, tehát most már hátra nézek minden nap, hogy követnek-e valaki, de még szerintem medvén kívül senki nem követett. Tehát, <síns> <síns> Egyrészt, másrészt meg én sose gondoltam, de, de tehát ez az én szerint véleményem, hogy én nem gondoltam magam véleményvezérnek, és soha nem nyilvánultam meg úgy, hogy hogy... Bocsánat, tud, ilyen... tudod, meddig nem voltál te véleményvezér? Meddig. Spájzoljatok, 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 spájzoljatok addig a videóig. <laughs> de nem, tehát én tényleg nem is vágyok, nem is akarok ilyen véleményvezér lenni, mert nekem van véleményem dolgokról, de az nem azt jelenti, hogy mindenkinek azt kell elfogadni. Persze, persze. Az a baj egyébként, amit a, a nagyra becsült a, a, nézd oda, és még, hogy nem vagyok véleményvezér, még öregszem is. Amit a nagyra becsült Puzsér mondott, hogy akit egyébként hol szeretek, hol nem, de azt az egy dolgot abszolút el tudom tőle fogadni, hogy nincs ma Magyarországon vita kultúra. Pedig hát itt is lehetne vitatkozni, és a vita helyett azt látom a Facebook csoportokban, hogy tudod, ez az enyém a jobb, a tiéd a jobb, és utána az anyázás következik. Tehát, hogy nem akarsz észérvekkel meggyőzni senkit. Hát uh, utána megy a személyeskedés, de abban mi is jók vagyunk, tegyük hozzá. Tehát, igen, igen, uh, uh, igen. Én annyival lezárnám ezt a részét a beszélgetésnek, hogy, hogy nem szarunk oda, ahonnan eszünk. Jelentsen ez bármit is, de nagyon sokszor elugattam. És figyelj, hát, de ez is most belőled is nyilvános értettség beszél. Nem sértettség, csak, csak ö, nem értem, hogyha nem szólunk se kutyához, se macskához, akkor ö, miért kell? Egy, akkor miért, mér, mér Ez miért, hang nem miért, elevenítik föl, elev, mér eleven föl ö, dicső emlékünk így módon? <laughs> Igen, majd, hogyha ha halhatatlanok panteónjában ott veszel a fifika mellett, jó, Akkor Istenem. majd neked is viszek virágot, addig meg semmi. Igazából ez egy, ez egy, borzasztó magyar szokás. Tehát nekem volt kint ismerősöm, élt kint Amerikában, hazajött, és így beszélgettünk, és mondtam neki, hogy és elmondta mindenféle bunkónak az amerikaiakat, hogy ezekkel nem lehet beszélgetni, hogy ez izé, hogy ez így, hogy az úgy, hogy amúgy. És azt mondja, de egy dolgot nagyon irigyeltem tőle. Mondom, mi volt az? Te bazd meg, ezek tudnak örülni a másik sikerének. <laughs> a szomszédnak új autója van, akkor átmegy és gratulál neki. Nálunk mi van? Mi a kurva lett ennek már megint új autója? Anyuk, anyuk, hol van az a navos link, amit elmentettünk? Ez komolyan, megint. tehát ez annyira magyar, hogy hihetetlen. Mindegy, hát no, várjuk a podokat, mert, mert abban van a jövő. Amit mondani akartam az elején, és ugye nem emlékeztettél a lóval vonulásról, de, de még ezek előtt azért csak annyit, hogy múltkor sem mondtuk, de természetesen gondolatban mindig velünk vannak a Patreonjaink, úgyhogy ezúton is respect. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod, esetleg miről beszélünk, olvasd el a sónóczt, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Köszönjük szépen a támogatást. Szóval a lovas jelenet, erről beugrott Rick Grimes, Walking Dead. Friss hír. Tegnapi hír, mai hír, épidőzónától függ a dolog, de bejelentette Andrew Lincoln, aki ugye Rick grimes alakítja, hogy a 9. évadban megválik a Walking Dead től. Úgyhogy most erre mit mondjak? Vártam, vagy már lefele a szállóágon száll le a vonatról, de... de Kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből. Szerintem a Deril átveszi a, átveszi a stafétát tőle, mint Bedesz. Hát nem is annyira Bedesz, de ő egy Bedesz gonosz, bollet jó fiú, és szerintem ő viszi tovább a fő, fő szereplői sort. És hát ugye, ugye a, a Karl utána az apa is ki fog a következő évadban. Nem is csodálom egyébként Amilyen, amilyen, nézettségi számokat produkál mostanában a nyolcadik évadban ugye a Walking Dead, és a, a meg is bejelentette, hogy hát ott sem, ott sem százas a dolog rezeg a léc, úgyhogy húzó nevek fognak a kilencedik évadban kiugrani a Walking Deadből. És? Szerintem ma jött velem szembe az indexen ez a cikk, hogy a, igen, hogy a, a Walking Dead arca kiszáll a a filmből. Igen, igen. Valaki meg is jegyezte, a, a Pullywoodon olvastam azt, hogy mekkora parasztok vagytok, hogy bazd meg a leadbe kiírtátok a nevét, hogy miért nem azt írtátok, hogy egy valaki kiszáll, hogy hát bazd meg mondom, meg is írta neki, aki írta a cikket, hogy De hát ezt bejelentették a, a, a produceri gárda, bejelentette. Tehát most akkor lezárod az internetet egy évig, vagy, vagy mire gondolt? Mi gondoltál? Hát akkor megírja más az meg. Az olyan, amit én is próbáltam a Forma egyet utólag megnézni felvételről, azt nem jött össze, mert fölmész az indexre, ó, az meg elfelejtettem, és ott van kin, hogy ki meg. Tehát, na, értem én, hogy szart, de hát akkor reklamáljon a, a showrunnernél, meg, a, meg az íróknál, meg a producereknél, hogy miért írták ki. A mindennek biztos megvan az oka. Tovább kell lépni. Szerintem így döntött a, a Andrew is, hogy hát most már más sorozatban is meg kéne magát próbálnia. Igen, mert így bele lehet azért fáradni egy ilyen szerepbe. Hát meg tudod, bele, hogy mondják ezt, az ez a bele a, a szerepbe, hogy mostantól te ilyeneket kapsz. Hogy? Mint nálunk a ez a VV anyám kínja, aki tíz évig is VV lesz utána, mert hát így ismerték meg az emberek, itt is baromi könnyű ezt, ezt ezek után. A fasz helikopterről beszélsz. Hát, gyakorlatilag az összes VV, aki most, most pont az egyik csaj jött velem szembe, azt hiszem VV Gigi volt, vagy ki a tököm tudja. Csak hogy pont azért ugrod, be, mert hogy ugyanoda járt a hittudományi főiskolára, mint Kinga, és most volt egészen, egészen védikus, száriba öltözve meg, kihennázva a keze meg, tehát ilyen, ilyen igazi Aha. indiai esküvője volt, és ő megtért, vagy én nem tudom, jóga mester, vagy jóga oktató lett a, a, mit tudom is, én, milyen táncos múltjával, úgyhogy hát Évek, évtizedek, mire ledolgozza ezt az ember. Plán egy ilyen, egy ilyen sorozat színésznőnél milyen nehéz lehet ezt ledolgozni, de hát nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Hát a, Csak mindig jó látni az új arcok, az vagy a régi in, az arcokat. Az Instant instant Karma visszarúg című fejezet szokott ilyenkor bekövetkezni. Ja. Oh. Én a Szolgáló lány meséjét nézem. Folyamatosan szembe jön velem az HBO gón, és még mindig nem vettem rá a lelkérőt, hogy rá kattintsak. Hát, az az igazság, hogy, hogy egy, tehát egészen durva most már nagyon-nagyon, tehát ne egy izét várját, Charlie, egy ilyen hentelős, baszós, kardozos filmet. Jaj, ez már rég, rég nem ez az ember vagyok, fifika, megváltoztam. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, tehát nem, nem, de valami eszméletlen jók a színészi játékok, és szerintem gyönyörűen van fényképező, és most a, a második évad közepe ö, felé már egészen-egészen elképesztő. És képzeld el, megrendelték a harmadik részt. Már hogy Vagy a harmadik évadot, bocsánat. És ezt nem értettem, hogy de bakker, hát a Margaret Artwood írt egy könyvet. Tudod, annak van eleje, közepe, vége. Tehát most mi a túró lesz, hogy hogy akkor uh, akár berendelték a harmadik évadot, akkor most, most, mit tudom én, ezt a fejezetet öt részbe dolgozzuk fel, Na, és úgy megyünk szerintem tovább. Szerintem ez hogy... pont olyan lesz, mint a. Mi volt az a Harry Potter, vagy olyan, mint a. mint a Walking Dead. Hát Nikotéro fejében, meg a Kirkman fejében mondták, hogy évadokra előre megvan a sztori. Na most lennék kíváncsi, hogyha azt mondja a főszereplő, hogy a kárnak nem kellett volna meghalni. Meghalt. A főszereplőnek már rég meg kellett volna halni. De most hát fog igen, meghalni. ez az, amikor lehet, hogy három év a fejébe volt, de ma a negyedik nem. Érted? És akkor kezdődik a kapkodás, hogy úristen, most akkor mit csináljunk? Na, szerintem szóval a, a két, két, nagy példaképen van, a, ami szerintem baromi jó volt. Az egyik, hogy ez a Babylon 5, ami, amit úgy írtak meg, hogy amikor az első részt forgatták, tudták, hogy a, az utolsó részben mi lesz. Tehát up to date volt végig, és nem is csináltak bele többet. Közé csináltak ilyen hosszú, majdnem mozifilm hosszúságú részeket, amikor ment a sorozat, de nem bővítették ezért meg hosszabbítottak évadot. A másik meg a Banshee. Ó, annyi volt ott benne, egy picit annyi, a végét, ott a vége, ott csípték. a vége. De, de de az is egy baromi jól, végig nagyon jól megírt uh, story volt. És nem is kellett volna uh, ötödik évad, meg hatodik évad. Az úgy van egybe, ahogy van. A, tudod, mi volt még ilyen? Uh, how I Met Your Mother. Kilenc évad. Ah, igen. És az első évad. Első részénél tudták, hogy mikor lesz vége a sztorinak, és ott lett vége a sztorinak. Nem mondod. De. Én ezt nem, nem tudtam. De. Szóval hogy mi... így jártam anyátokkal, vagy hogy jártam anyátokkal, nem tudom mi a... Ég, így, így jártam, Én a jártam anyátokkal, anyátokkal, így, az így. Az volt a magyar címe. Ja, arról abszolút nem gondoltam volna, hogy ez így végig volt gondolva az egész. Hát nem húzták, mint a rétes tésztát, és nem jártak úgy, mint a... Pfú, nem tudom, mi volt az a sorozat, a járós volt, aki pont akkor voltak a drámázások ugye a forgatókönyvíróknál, az első évad lement, nekem még tetszett is, és aztán a második évadból 12 rész, és a fél évad előtt kettővel derült ki, hogy el fogják kaszálni, és gyakorlatilag, amit tudod, ilyen nagyon lassan, ritmusosan fölépítesz valamit, és hogy fú legyen valami sztori a végén, két rész alatt így puk, megcsinálod. Tehát annyi történt két rész alatt, ami másfél évad alatt, hogy, hogy így vazd meg, fú ez nagyon gyors volt, ez nagyon szar. Tehát értem hogy valahogy le akarták zárni, de borzasztó rossz volt. Igen, tehát ha ritmusát veszti a, a történet, az nagyon rossz. Igen. Még mindig azt tudom neked mondani, hogy ha eddig nem kezdted el, mindenképpen csapjál a lecsóba, és a sziltimet kezd el, mert az viszont pff, kurva jó. Tehát a, az utóbbi idők a, a fixet nem tudja überelni. Más szempontból tudja, igen. Jó, jók a cselekmények, jók a sztorik, és, és nem állt be abba a sorba egyébként a, a SEAL Team, mint, mint, amiben ezek az amerikai sorozatok, tudod, hogy egy rész alatt megoldunk mindenféle iszonyat bonyolult sztorit és történetet, mert a, a az utolsó, mit tudom is én, tíz rész, az fölölel nekik egy ilyen, egy ilyen három hónapos afgán missziót és ott folyamatosan, tehát nem működik úgy, hogy ó, nem láttam másfél évadot, most belenézek, és ennek és is van értelme, jel, mert jel. ez egy epizód volt. Tehát ott, ott kurva jó föl van építve, és, és a, 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 kormányzati szállaktól kezdve, hogy a mákföldek alatt miért találtunk, miért találtunk ritka nemes fémet egyébként, lantánt azt hiszem, a akkumulátorgyártáshoz használt valami ritka nehéz fémet, vagy ritka földfémet a fúrószáron miért halt meg a csapat pont ezért meg, vagy nem ezért, és ki volt a líd, aki ezt intézte, kurva jó fifika vazd meg. Annyira visz az a sorozat, hogy, hogy beszarok. Tehát én voltak azért fenntartásaim pont, az előző szerepe miatt a, főszereplőnek, de, de szerintem Metal Villa a, a cucc. Hát hbo nincsen sajnos, de de ez egy... Hát jó, az még azon ki... van nekem a... máshol is. Netflix is van. Azon sincs fenn. Sorozatbarát. <laughs> Igen. Vagy a Renkor Linux Distro site, vagy a TV Store, vagy a... Na, nem adunk már, vagy, vagy bár... bármi más. <laughs> ja. Viszont akkor enged, hogy regenerálódjon a testem, a templomom, hogy... Föltéltem. Hogy, magamhoz tudjak térni, meg egy kicsit nyújtani is tudjak, úgyhogy euh, még egy picit süt a napocska, kicsit korábban vettük fel az adást, megyek vissza euh, nyomni a, nem is ágyat mondok, csak matratot. Szerintem ilyen korán soha nem vettünk még feladást, csak ezt így... Á, fényes, süt nap, mi van velük? Süt a nap. Krisztián még dolgozik. Hú, ez durva. Elképesztő. Ja. De hát tudod, szerintem itt három négy órával előbb is el tudtuk volna kezdeni, hogyha nincs el Skype, meg gép meg az anyám kínja, meg mindenféle igen, 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 körülmény, igen. rohadjon meg. Na mindegy. A nikotin sót jó kibeszéltük. hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor Föltétlen A követ, következő adásban is beszélünk róla, ha még kell. Kelleni fog. Kelleni fog, mert itt egy kis szemléletváltás kell fejben, hogy elhiggyék az emberek, hogy ez tényleg jó is lehet nekik. Nekünk mindenféleképpen az, meg az is, hogy most lenyomjuk a rekordgombot, hogy megálljon a történet, történet, történet. Jövő héten nem azt mondom, hogy ugyanekkor, de ugyanitt ugyan veled, ez most hirtelen mondtam, de jövő héten lehet, hogy csapatépítő tréningen leszek. Ezt még lepontosítjuk, Fifika. Na, ezt majd kitaláljuk, hogy, hogy hogyan lészen. Én péntekig itt tartózkodom Medvelandba. Ó, úgy lehet, hogy... hogy akkor a jákúziból foglak majd hívni. És akkor csinálunk egy olyan hírfemvételt, hogy bele Pukizok a termálvízbe. Na, Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok!